Kedves kollégák, egy kis terep után Lajos átvezetett minket az különböző anyagcsoportokhoz, úgyhogy most következzenek a kerámiák, hogy minden évben megszokott lehet tőlem. Idén egy olyan csoportot választottam, amelynek kutatása nem új keletű. A sávos festésű kerámiák tipológiáját 1970-es években ugyanis Bónis Éva már feldolgozta. Brigéciói anyagból indult ki, a Nemzeti Múzeum gyűjteményében őrzött brigéciói anyagokból készített egy tipológiát, és ő ez alapján a terminológiát nagyjából meg is határozta. Ezekhez a kerámia típusokhoz alapvetően oxidációs égetésű kerámiák tartoznak, amelyeknek a felületén vörös festés jelenik meg, sávos elrendezésben, vagy az edénytest felső kétharmadát díszíti, vagy majd láthatjuk későbbi példák, hogy az edénytest közepén futnak vörös sávok, amelyeket különböző díszítő elemekkel osztanak meg. Ezek bekarcolt vízszintes vonalak, hullámvonalak és karcolt fogasdíszek lehetnek. Fontos azonban felhívni rá a figyelmet, hogy a későbbi kutatásoknak köszönhetően újabb fazekas telepen kerültek elő gyártásra utaló anyagok. Ez alapján egy kicsit bővíteni lehet ezt a terminológiát, ugyanis nem csak bekarcolt díszítések jelennek meg a sávos festésű kerámiákon. A bicsérdi, illetve a balatonfűzfői telepek anyagának a feldolgozásával kiderült, hogy a sávok között nem csak karcolt, hanem festett motívumok is megjelenhetnek. Ezek sokkal ritkábbak és kevésbé elterjedtebbek is, és általában a dél-pannoniai vidéken jellemzőek, illetve Akvinkumban és a fűzfői telepen ismerünk egy-egy anyagot. Ez alapján akkor a festett kerámiák második díszítésbeli csoportját olyan vörös és barna sávos edények alkotják, amelynek esetében a sávoknak a közepét, sávok között ilyen félköríves motívumok jelennek meg. Tulajdonképpen olyan, mint a római koros régészek számára talán ismerősebb márványozott kerámiának a festése. A harmadik díszítésbeli csoportot pedig azok képviselik, amikor a sávok között, a vörös sávok között mindenféle már ilyen mintának tűnő festés is megjelenik, akár rácsminta vagy petjezett minta. Egyébként ezt olvasva vagy megfigyelve jöttem rá, hogy a brigéci anyagfeldolgozás során vásártéri anyagban én találkoztam már egyszer egy pettyes mintás sávos kerámia töredékkel, de mivel addig ez számomra ismeretlen volt, inkább nem foglalkoztam vele, mint hogy foglalkoztam volna vele tovább. Ezen a térképen próbáltam feltüntetni a különböző gyártási helyeket. Ugye Bónis Éva már felhívta a figyelmet arra, hogy Brigéció a kerámia típus főgyártási helye, ebbe egyébként nem is tévedett. Utána ezen a szakaszon tulajdonképpen berobban a sávos kerámiák gyártása és elterjedése. Ő volt az, aki Akvinkumi gyártási helyre is felhívta a figyelmet. Ez jellemzően egyébként a polgárvárosi fazekas, tehát Akvinkumban a polgárvároshoz kapcsolódó fazekas műhelyekhez kötődik, míg nálunk Brigécióban a katonavároshoz kapcsolódó fazekas telepeken, illetve említést tett az akkor még feldolgozatlan bicsérdi fazekas telep anyagáról, ez később publikába került, és Kelemen Márta volt, aki majd a 80-as években a balatonfűzfői anyagot publikálta. Nagyjából ennek a kerámia típusnak az elterjedéséről Dél-Pannoniában jelenik meg a kerámia típus már Flavius korban, alapvetően Pötovio és Potövio környezetének környezetében. A fő formák a különböző vázalakú edények vagy fű nélküli korsóknak hívott formák és a vízszintes teremű tojásalakú fazeka. Majd az első század, második század fordulójára egyébként elterjed Sopron és Szombathely környékén, a Fertőtó környezetében. Itt jellemzően a formák egyébként azonosak. Sajnos itt nagyon nem látszik, itt egy a Fertőtő környéki lelőhelyen van egy jellegzetes fazékforma, ami sehol máshol egyébként nem jelentkezik. Ugyanebben az időszakban aztán már a Fehér megyei Tumószóban is megjelenik az anyag, és akkor a második század második közepe az, amikor Brigécióban a gyártás elkezdődik, és
virágkorát is éri. Egészen a 3. század közepéig követhető ennek a kerámia típusnak a forgalma. Nálunk Brigációban is, illetve Vindobonában is. Bonis Éva a tipológia alapköveit is lefektette, meghatározta a fő formákat, mint említettem, alapvetően ő a brigéció anyagot vizsgálta, ez alapján megállapította, hogy a fő formák közé ezek a fű nélküli korsók, a bőszájú fű kancsók, vízszintes peremű nagy tojás alapú fazekat tartoznak, kis gyöntesű edények, és amiben nincs itt kivetítve, egyfülű korsók, kétfülű korsók, háromfülű edény. Ő a tuszla gyűjtemény anyagából indult ki alapvetőleg, ennek a tuszla családnak a birtoka az ide esett a legiótábornak a területére, és mivel alapvetően látszik, hogy nem a kivesített képeken is azért feltűnő, hogy milyen kis torzak, bénák, égetési hibásak, nem csak koromfoltosak, hanem sokszor annyira túlhevített volt a környezet, hogy kipattogott a felületük. Tehát, hogy ez az anyag valószínűleg egy összeomlott kemencének a rontott, bennmaradt termékekhez tartozik, valahol a vasút környezetében. Egyes feljegyzések szerint a vasútépítkezés során is került elő. Egyébként ez nem egy rossz információ, a Gerhard fazekas telepről tudjuk, hogy nagyjából a legiótábortól keletre fekszik, a Gerhard temető környezetében. Ennek egy magányos kemencéjéről lehetett szó ebben az esetben. Itt a birtokról egy építés. Ugye 1970-ben Bónis Éva 25 darab edényből készítette el a tipológiáját, majd a későbbi kutatások során, amit még a doktori disszertáció készítése során végeztem, és nagyjából ez az anyaggyűjtés 2017-ben zárult le, azért látszódik, hogy jóval több edénnyel lehet számolni. Ennek az anyagnak az elterjedése magán a településen belül azért jól látható, hogy nagy számban vannak jelen, nem csak a polgárvárosi, hanem a katonavárosi temetőkben. Ezek a késő római temetők területén előkerült darabok valószínűleg szorvány, vagy olyan korábbi temetkezésekhez kapcsolódóak, amelyekről nincs adat, de inkább én azt gondolom, hogy valószínűleg vagy a lelőhely nem volt pontosan megadva, vagy más műszerciós hiba történt, mert azért itt a késő római temetőkben nincs helye a sávos kerámiáknak, illetve amit még tudtunk, vagy hát tudtam ebben az időszakban, az a Gerhard fazekas települő anyagának a töredékei. Ennek a feldolgozásnak a része volt a polgárváros területén előkerült 92-től folyó feltárások anyaga is. Ezek általában a polgárváros anyagában minden évben olyan 6-10% közé esett az összkerámi anyagban, a sávos kerámiák száma. Nagyjából 650 töredéket vizsgáltam meg ehhez a tipológiához, illetve azok a közel 100-120 darab egész edényt, ami a temetők és a szorványanyagból származik. Ez alapján látszódik, hogy azért Bónis Éva tipológiája alapvetően jó, csak további pontosítást lehetett, illetve a jelenlegi kutatási igényeknek, feldolgozási rendszerek igényeinek megfelelő tipológiát lehetett bővíteni, és senkit nem fárasztanék ezzel, igazából a fő formák ugyanazok. Mi az, amit még ebből ki lehetett hozni, vagy még ezen a pontosított tipológián kívül lehetett vizsgálni? Egyrészt maga a gyártási helynek a meghatározása. A Gerhard fazekas telepnek az anyagát ugyancsak Bónis Éva dolgozta fel a 70-es években, ugyanakkor egy válogatott anyagot gyűjtött össze, az 1000-1200 töredékből 300 darab töredéket publikált, ez azt jelentette, hogy nyilván van esély arra, hogy a revízió során egy pontosabb eredményt lehessen a Gerhard fazekas telep működésével kapcsolatban is hozni, és ha valaki még emlékszik esetleg a tavalyi előadásra, ott erről az eredményről számoltam be a fazekas telep gyártási programjáról. Azt
lehetett megállapítani, hogy, bocsánat, vissza, hogy a gyártás helyben biztosan folyt, és ugyanazok a formák jelennek meg, mint ami a település, illetve a termelők anyagában is megfigyelhető. A második század közepétől a harmadik század elejéig biztos, hogy követhető a helyi gyártása ennek a kerámia típusnak a Gerhardházakos telepen. És ami még utána történt, a múzeum részére feldolgozásra átadott anyagcsoportoknak köszönhetően feltehetőleg sejthető, hogy a Kunc dombon is gyártotta sávos festési kerámiát. Itt csak néhány leltározás előtt álló töredéket szeretnék bemutatni. Ezek mind rosszul égetett, hibás félkész termékekhez tartoznak. Így korábban még úgy vélte a szakirodalom, illetve a feldolgozás, jogosan az anyagismeret hiányában, hogy a kuruzdomi fazekas műhelyben nem történt meg ennek a kerámia típusnak a gyártása. Minden bizonnyal feltételezni kell, hogy nem csak a Gerhard Fazekas telep, hanem ez a műhely is részt vett a típus gyártásában. A festés, illetve a díszítés esetében meg lehetett figyelni némileg azonosságokat, vagy szabályszerűséget. A vázaformájú edények, vagy kihajló peremű fül nélküli korsók esetében, és a fazekak esetében mindig az edények felső kétharmadát díszítették ezzel a vörös festéssel. A korsók, a háromfülű edény, illetve a gömbtest edény esetében mindig a középső sávot. Egy olyan kivétel van az anyagban, ahol az edénynek a felső kétharmadát díszítették valamelyik korsónál, bocsánat, most úgy sem fogom megtalálni, az minden bizonnyal nem ennek a műhelynek a termékének kell, hogy legyen, mert egyszerűen nem illik bele a sorba. Egyébként Aquincum környékén jellemzőek ezek, amikor a korsókat az edény felső kétharmadában díszítik, így feltételezés szerint majd ott keresendő az egyik műhelyben ennek a gyártás helye. Illetve jó kérdés, hogy lehet-e a Tuszta gyűjteményen kívül sorozatokat megfigyelni, amik egy gyártási programhoz tartozhattak, vagy egy mester kezéhez tartozhattak volna. Nagyon kevés esetben igen. Pont ennek a formának és díszítő rendszernek 10 edényét sikerült elkülöníteni. Ezek előkerültek a temetőkből is, és magában a magángyűjteményben is, tehát ez biztos, hogy egy sorozat részét képezi, illetve fazekak esetében két olyan eset van, amikor a díszítési mód azonos, itt is valószínűleg egy gyártási sorról került le. Körülbelül a feldolgozott leletet, és köszönöm szépen a figyelmet.